Na, sziasztok, lányok és srácok, én még mindig Szabos vagyok, és üdvözöllek titeket a legújabb videómban. Ebben most egy ilyen kis makettet, vagy egy hasonlás. Tehát a hasonlás az közelít hozzá, de azt szeretném itt bemutatni, hogy én hogy képzelem el a lenni sorozat folytatását, tehát játékban, ugye, tegyük hozzá. Alapjáraton ez egy hatalmas pusztában lenne. Na, kezdjük. Ez lenne a kezdőhely. Tehát ami a másodikból is, tehát a másodikból is már bunker, vagy ilyen kis izéből ismert, ugye? Ez. Itt el lehet menni a hajóhoz, ugye? Hajós menekvésre. Hát ez ennyi lenne. Így a házat. Na, a pad... Na, az őrzést az úgy csináltam meg, az nem is kitérek, hogy van egy nyomóna, van a parkettal, meg a csengő. Így oldottam meg a padló rezgést, a csegést, mindegy. Az kapta a grandpa szerepet, a zombi pedig a grannyt. Itt is van. De a konyha ide is tettem meg. A üző szekrényeket így oldottam meg a bebújó szekrényeket. Ide kintem meg egy ládát képzettem egy búvóhelynek. Na, ez lenne az igazi különlegessége benne. Itt nem gyermek, meg pók, meg ilyesmi lenne, mint házi állat, hanem egy kutya. Igen, egy kutya. Ami ugyanolyan szüvet tudna velünk bánni, mint a második részben a gyermek. Ennyi. Itt nincsen semmi különleges, itt egy hulla van, meg egy epic beszélés, meg a izé. Azt csak kiegészítésként tettem be, nem valószínű, hogy ilyen belekerülne, bár nem tudom. Ha valaki le tudná fordítani németre ezt a videót, vagy valami, de lehet, hogy majd pár nap múlva megoldom, hogy németül legyen maga a felirat, hogy érthető legyen, és akkor majd lehet, hogy elküldem a gyártónak, vagy ha valaki tudja és el tudja küldeni, akkor is jó ügyen van. Bár nem hinném, hogy ez az instrukcióban már elkezdeni a harmadik részt gyártani, de ezt bővebbre elképzeltem, most nem akarok ilyen részletet adni, ez csak egy ilyen kis makett hasonlása, ezt neki és ennyi. No de, ha tetszett, jaj, még mielőtt elfelejtem, még új végeket is képzeltem el, itt egy ezért lenne, ez az akasztógép, meg egyéb más végeket, most csak ezt tudtam lemodelleztetni. No de most már, köszönöm szépen, ha megnéztétek, ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, és nyomjatok be a csengőt, ez nem kötelező. Én még mindig Szabolcs voltam, és sziasztok!